Such a beautiful day. Hi everybody. Szevasztok, üdvözlök mindenkit. Gyerekek, mindjárt kezdjük is egy kis melóval. Most jöttem meg Home Depotból. És hát mi a feladat? Feleségem szólt, hogy amikor ez a csap ki van nyitva, most már elzártam a főcsapot, azért nincs víz. És itt tömlött a víz, itt ezen a részen. Úgyhogy ez az Isten, hogy a hány éves fellazítottam ezzel a fogóval, ugye, és hát ugye kijön. És ez megy a gajdeszba. Szóval ez az első lépés. A másik az, hogy itt az új, és hát mutatom, jó, hogy mit csinál. Tehát az első lépés az, hogy ugye ezt a menetrészt a tömítő anyaggal ugye be fogjuk kicsit tekerni. És ugye ez egy kicsit itt zárja majd a tömíti. És hát ha esetlegesen van szivárgás, ugye akkor ez megakadályozza. Alright. Nem kell rá túl sok, de nem is kell sajnálni. Jó. Ez az első lépés, és ezt ugye belehajtsuk. Ez egy feles, filcelos cső. Gyönyörűen belemegy. Belehajtsuk. Remélem jó a kép, mondom, nem tudom, hogy mit mutat a kamera. Jó lesz. Még egyet. Egyszer mondták nekem, hogy ezt úgy kell használni, ezt a szerszámot, hogy most vagy így, vagy úgy, de szerintem így, ahogy most van, mert így van a kialakítva hozzá a nyél és a foggantyú. Tehát ez a rész erre van. Tehát akkor valószínűleg így kell használni, és nem így. Jó, ennél jobban nem húzom meg. Elég. Jó. Ez volt az első lépés. Most a második probléma az volt, ugye itt két slag van. Jobban mondva, egy slag, meg egy a vödörbe megy a víz. Tehát lehetne így is, hogy csak a slagot rá is kész. De ez is valahol meg volt már repedve, és hát kap egy újat, még pedig ezt. Ide nem kell semmi, csak a gumigyűrű belőre, és ezt csak így kézzel rátesszük. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű a dolog. És csak kézzel meghúzzuk. Ja, egyre. Alright, jó néz ki. És hát ide már is, ugye rá lehet tenni a slagot. Tudtam hozzá ilyen alkatrészeket, ezt a ujjakat, de úgy látom, hogy nem kell, mert ugye a betét benne van, az jó. Ez semmi baj. Az arra van itten, hogy ugye amikor a kapott rá. Ja, nem sok menet van rajta, de ez elég ahhoz, hogy kicsit lehetne ez a cső rövidebb. Van ilyen csövem, csak majd utána nézünk. Ez csak arra van, hogy amikor vödrözünk, akkor azért egyet itt is ráhúzok ezzel, egy picit. Ja, így már jobb. Oké, okay. És hát ezt se cserélem le, mert nem indokolt, viszont itt is benne van a új tömítőgyűrű. Gyerekek, kész is vagyok.
Kapsz rá. Túl nagy a... Túl vastag a tömítő gyűrű, de azért ráhúzatjuk. Oké, sikerült. Ezt nem tudom kézzel meghúzni rendesen. Úgyhogy... Kicsit rásegítünk. Ezzel. Fogóval. Na. És ide pedig hoztam egy új pisztolyt. Ezt is hoztam ide, ezt a betét részt, de hát ez jó van még. Slag az oké. És hoztam egy új pisztolyt, amit be volt betétve, is figyeltem. Több itt, igen, ott van. A gyerekek, ennyi. Ez ilyen egyszerű munka volt. És Koko, itt van ám ő is, az inspektor. Jó van. Na, hát majd meglátjuk, hogy működik a dolog. Most minden esetre egy kicsit nyitva hagyom. Szereltem azt a hosszú csövet, nem tudom mi látszik. Itt van, ez volt az. Itt van egy régi csap, ez nem kell. És van nekem ilyen rövidebb, úgyhogy ezt fogjuk föltenni ezzel a rövidebbikkel. Meglátjuk, hogy hogy fog kinézni. Úgyhogy mindjárt megoldjuk a problémát. Mind a két felét betekerem. Oké. Ezt is. Jó öreg csövek, de hát ide jó. Nem érdekes, hogy hány éves, mert ezek nagyon sokáig jók. Jó, és akkor majd meglátom, mennyire fog ki kilógni belőle. Ezt rátesszük. Remélem, jó lesz. Ha túl rövid, akkor még mindig meg tudom hosszabbítani ezzel. De nem hiszem, hogy kell. Na, nézzük. Ez nagyon ide kiállt, és nem tetszik úgy. Úgyhogy... Ja, így jobb lesz. Igen, belekapatjuk. Meghúzzuk. Igen. És már jó is lesz. Egyet fordulj még, ha jó! Ez a rész. Beállítjuk. Kész. Egy. Na. Ennyi volt a mutatvány. Le van cserélve az a marahosszú cső. És kérem, itt van. Jobban néz ki, ugye? Nem kell ide kijöjjön középre. Hát ha túl laza lesz, akkor majd fogóval meghúzom. Alright. Na, jobban néz ki, igaz, gyerekek? Jobb lett. Nem lóg ide ki a francba, meg a fűnyírót is, így könnyen majd eltolni. Na nézzük, miből élünk, gyerekek. Shower. Sweep. Ez jó. Flat. Nagyon jó. Full, az teljes, csak locsol, így. Csak ömlik. Cone. What a mess. Ilyen háromszög, center, ez majdnem olyan, mint hogy csak itt van mist,
és a Jet. Na, délután 1 óra van. Aj, gyerekek. Olyan meleg van. Bár nem kell mondjam, most kaptam beírás, hogy otthon is 35-40 fokok. Szóval... Na, azt terveztem, hogy egy ilyen nyárias valamit fogunk ma készíteni. Mégpedig... Jaj, gyerekek. Bekapták a horgot, bocsánatot kérek érte így utólag, mikor mondtam múltkor, hogy növényi eredetű szalonna és szegény komolyan vette, mondja, hogy hát sajnos, vagy valami oknál fogva az ő kedves leánya, vagy nem tudom ki, vegán, vagy valami, hogy nem eszik ilyen húsokat, meg nem tudom mit. És félreértettek, elnézést kérek, vicc volt. Hát gyerekek, növényi eredetű szalonnál hogy lehet? Mégis ha jól leragozzuk, hát a disznó tulajdonképpen növényt teszik, ugye? Hát valahol igaz. Na, tehát előkészítjük, amit elő kell készíteni. Feleségem azt mondta, hogy próbálj meg kevesebb, tehát kisebb mennyiségeket főzni. Hát igyekszem, meglátom, hogy sikerül. Én nem tudok keveset főzni sajnos, és megszoktam a méreteket nagyjából, a mennyiségeket. Na, a következő van, várjál, hagyd nézzük. Tehát ez itt ilyen füstölt, enyhén füstölt lengyel kolbász, ebből egy felet vágtam össze ide, és egy darab ugyanekkora füstölt gyulai kolbász van itt mellette, összedarabolva. Ezt a kétféle kolbászt fogjuk használni, és egy darab, hát az elég szép darab, ugye? Mellehúzsát, amit hát igyekszem jó, hát nem túl apróra, de azért majd mindjárt mutatom, hogy mekkorákra vágni, jó? Először is felcsíkozom, és hát körülbelül így ez lesz a méret nagyjából, és hát így, ahogy itt látjátok, szóval, és mit mondjak, mihez hasonlítsam, semmihez, ekkorák is kész. Ja? Marha éles a kés, gyerekek, most az előbb adtam nekik, megélesítettem őket megint, ilyenkor el szoktam vágni a kezem, hogy óvatosan dolgozunk. Mi lesz ebből? Hát most ha azt mondom, hogy paella, akkor nem igaz. Ugye, mert a paellán, úgy tudom, millióféle van egyébként, megnéztem. Vannak ezek a shrimpek, meg ilyesmi. Hát egy kicsit ilyen paella, megmagyarosítjuk. Jó, kis ilyen rizses, kolbászos, hús, rizses hús szerűség, nem is tudom, majd valami nevet kieszelünk, jó? És viszek bele magyar motívumokat is, meg kicsit keleties, kicsit spanyolos, szóval egy összehozok valamit. Ilyen saját elképzelés. Tehát idáig van, ugye, mellehúsa, kolbász, szalonnánk. Itt már én vágtam össze hagymát. A következő, hát van ugyan csenevész közte. Várjál, megmosom a kezem, pillanat. Zsíros volt a kezem. Egy pár gerezd fokhagymát. Én mindig reszelem, ugye. Szeretettel köszöntöm az új feliratkozókat, és hát itt szeretném nagyon-nagyon szépen, tisztelettel és hálásan megköszönni azt a rengeteg jó kívánságot, amit kaptam tőletek, az unokám, illetve kaptunk tőletek a
Szofinak a 8. születésnapjával kapcsolatos. Ugye, gratulációk, jó kívánságok, és e-maileket, szóval mindent itt szeretném megköszönni. Rengeteg volt, és hát hasonló jókat kívánok én is mindenkinek. A lényeg most itt, hogy ugye ez halapinyó paprika, amit én hát jó kiheréltem. Itt az íz a lényeg most, nem az ereje. Higgyetek el, hogy így nem erős, viszont na, érvényesül az íze. Itt nem, egyébként most egy ilyen nagyon erős szériát sikerült kifogjak. És nagyon kell vigyázzak, hogy ne legyen nagyon erős, illetve hát, ha lehet, akkor hát, csak éppen, hogy csak pikáns, mert megehetem én egyedül. Na, ebből a paprikából is teszünk ide. És hát én azt hiszem, hogy ugyanannyit, és édes paprikát is. Mondom most, hogy mondtam, hogy paella, mindegy. Nehogy jöjjenek a reklamációk. Járos, ez nem az. Tudom. Hasonló lesz, de nem az. Nem 100%-ig. De viszont nem lesz rosszabb. Megbocsátok. A módszer az hasonló. Az elkészítés. Most még csak az előkészítési stádiumban, gyerekek. Jó, én úgy gondolom, hogy ennyi elég lesz. Na, fölébredt a kisasszony. És hát egy kevés kis paradicsomot is fogunk hozzátenni. Ezt a csonkot én mindig kivágom. Továbbiakban is szeretném folytatni úgy a videóimat, gyerekek. Hát kevés politika, igaz, hogy én viszem bele sokszor. Nagyon minimális politika. Van, ami mellett nem lehet elmenni például. Nagy dolgok mellett. De igyekszem továbbra is tartani azt a vonalat, hogy az én videóim a nyugalmat kell, hogy sugározzák, és hát családi dolgokból érintőlegesen, és inkább itt a nyugalom, barátság legyen, ami ugye jellemző az én, legyen jellemző az én videóimra továbbiakban is. Kaptam több visszajelzést, hogy nagyjából ezen a úton vagyok, és ezen jól vagyok, hogy jól csinálom, hogy ez van. Na, jól összefogalmaztam magam, ugye? Na, szóval fog kelleni, zöld borsó is mondok, és fog kelleni kevés kukorica is, ezt viszont már fel kell, hogy bontsam. És majd a rizs. Azelőtt mindig mondtam, hogy a rizsa. A feleségem úgy mondja egyébként, hogy a rizsa. Aztán szóltak, hogy Janikám, a rizsa az, amikor dumálsz. Az a rizsa, ez rizs. Mondtam a feleségemnek, hogy te mondom, ne rizsáljál már annyit. Most mire lesz még szükségünk? Hát türelemre. A edényekre, ez pedig itt a húsleves, csirkehúsleves és zöldség alaplé. Erre is lesz szükségünk. Jó, és akkor indítjuk turbinákat, gyerekek, itten a hát a jó kétharmados hő, és hát egyelőre használjunk vagy olívát,
vagy szőlőm a olajat egy keveset, jó? És ebbe már is beletesszük a szalonnánkat. És egy kicsit át fogjuk sütni. Hol vagy? Jó, hát kicsit melegednie kell. Be kell induljon a dolog. Ezt már felmelegítettem. Nagyon szépen köszönöm az olyan beírásokat és a visszajelzéseket, hogy sokan elkészítik különböző ételeimet, amit én itt próbálok bemutatni. Én is úgy, hát idézőjelben mondom, hogy lopom, tanulom. Nagyon sok ételt életemben először csinálok, vagyis hát megpróbálok úgy elkészíteni, ahogy ott nekem ezt megmutatják. És kapok visszajelzéseket, gyerekek, hogy vendégség, Joel, ahogy vendégségbe hívott embereket, és az én videóim alapján készítette különböző ételeket, és óriási sikere volt. Hát gratulálok, és hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velem, ezt az örömet. Ennek én ugyanúgy örülök, meg annak is, amikor olyan beírásokat is kapok, gyerekek, hogy János, amióta nézem a videóidat, nekiálltam, férfiakról van szó, és tulajdonképpen úgy írja, megtanultam főzni. És nagyon élvezi, és imádja. Kedvet kapott, soha nem főzött azelőtt, most már, hát ugye, megöregedett velem együtt, és hát elkezdett főzicskézni. És kérem szépen, nagyon meg van elégedve, és ízlenek az ételek. Ő is változtat rajta. A változtatás joga az, ugye, mit mondom, én rám ez jellemző is, hogy megadom a lehetőséget mindenkinek, hogy ha esetleg van olyan szegment, ami nem tetszik neki, akkor azt nem muszáj lekövetni, hanem változtass rajta saját szábíze szerint, vagy gondolataid szerint. Próbálgass, kísérletezz, és meglátod, hogy jó lesz. Van aztán olyan is, hogy elrontjuk, ne vegyél el a kedved. Akkor majd fogod tudni, hogy milyen lett elrontva. Tehát itt ugye kisütöttem a szalonnát. Just for flavor, ugye itt kell egy kis füstölt íz. És már is. Most lássatok csodát, nem hagymát teszünk, hanem a kolbászokat tesszük bele. És ezeket is szépen kicsit visszaveszik a hőt, kicsit átsütjük a kolbász eltársakat. Ha van chorizo otthon, azt is tehetsz hozzá, nyugodtan, bátran. A kolbász mindenképpen kell ehhez az ételhez, egyébként akkor nem az lesz a jellegzetessége. Akkor más kaját csinálsz, nem ezt a pajával-szerű dolgot. Ömlik a nyálam, gyerekek. Illatok rendkívül jók. És ez egy kicsit, ez is hagy egedje ki a zsírt. Ugye minden kolbászban van zsíradék. Pár percről van szó, én úgy gondolom, hogy egy olyan 3 perc. Jó. Ez is rendben van. Micsoda illatok. Ez már nem lehet rossz, igaz? Ha már ilyen olyan. Jó. Visszamelegítjük az olajat és zsírt most már. Igen, kiforta magából a esetleges vizet, ami kijött mi a fenéből, a kolbászokból. És anélkül, hogy a fokhagymát még beletennénk,
ráhúzzuk a paprikákat és a hagymát. Jó? Jó. Na, háromnegyedes tűzerősség, vagy kétharmad, hát az azt jelenti, hogy körülbelül van 35-40-45-re legyen, hogyha 100-ig van neked a méretezés, hát itt körülbelül látjátok, itt a fél, és akkor ott van körülbelül a dolog. Na most a só az egy érdekes kérdés lesz, mert hát ugye ezek be van só. Ugye van só, tehát vigyázunk, és abban is van só, tehát azzal vigyázunk egy kicsit. Fűszerezés, már most bele lehet tenni akár egy kevés, nem kell sok, hát egy teáskanál fele, ennyit, fekete borsot, azt rá lehet már most tenni, és jó megdinszteljük, nem pedig fonnyasszuk. Van, aki azt, hogy meg kell fogyasztani. Jó, gyerekek. Szerintem a járdán megállnak, hogyha ezt megérzik, ezt az illatot, amit van most bent. Jó, ez megint a 3-4 perc, amíg ez a folyamat ugye lezajlik. Oh, yes! Gyerekek. Disznóvágási illatok vannak. És fokozzuk a feszültséget, beletettük a fokhagymát is, amelyet enyhén meg fogunk pirítani. Tehát nem csak megdíszeljük, meg is pirítjuk egy kicsit. Én legalábbis megszoktam. És még eddig bejött. Megérkezett a fokhagyma illat. Meg egy telefonhívás valahonnan, amit még nem néztem meg, hagyjon üzenetet. Ismeretlen a szám. Jó, gyerekek, és most jön a csirkemell hozzáadása, amely csirkemell fog engedni egy pici kis levet. Ugye? És kifehérítjük szépen. Eddig tudtátok követni, ugye? Ez az edény, ez egy nagyon szerencsés vásárlás volt. Ez a Vogue-nak egy ilyen szelídített változata, amelyet én nagyon jól tudok itt használni. Ugye, a Vogue-ot nem tudnám, annak a gömböly az alja, és a Vogue-nál az a lényeg, hogy ugye az egész felületet kapja kívülről a lángot, a hőt, tehát az oldala is. Itt viszont csak alulról jön, és hát ez nagyon megfelel így nekem. Nem szeretek kapkodva főzni. Megadjuk a módját. Én szeretek élvezettel főzni, ha lehet. Nem szeretem, mikor időre van. Én azt nézem ezeket a sókat a tévékbe, kapkodva, pokolkonyha, stb. Jú, gyerekek, hát én ott én elvéreznék. Én ott megállnék és így lefagynék, ledermednék. Én nem tudok, nem is, sem étteremben így. Ilyen 5 perc alatt legyél kész valamivel. Jó. Ennél tovább nem sütjük ugye a melehúsát. És most egy érdekes dolog, ami hát engem is meglepett egy picit, hogy a turmeric, nézd ide, ennyit. Tehát egy ilyen tejáskanálnyi turmeric, azaz kurkumát teszünk hozzá. Ezzel átkeverjük. Jó. Ettől be fog sárgulni az egész. Ha félsz tőle, akkor ne tegyél bele. De ajánlom kipróbálásra. Jó, és akkor most már visszatesszük az összes húst, amit ugye már előtte egy kicsit kisütöttünk, és ezt is át
keverjük, átforrósítjuk. Jó, az egy egész paradicsom, következő, amely fog engedni egy kis levet, ezt megvárjuk. Oké. Pár percről van szó, szintén 2-3 perc, így az hideg most még annak át kell forrósodni, és egy kicsit kiengedjen. Elérkeztünk egy nagyon érdekes részhez, amikor ráteszik a rizst. Na most ezt hogyan tudjuk kikalkulálni, hogy mennyi rizs, mennyi víz. Víz ugye főzőré. Tehát egy merőkanál rizs, ez elég is ide. Oké. Átkeverjük. És mindegy, hogy mikor, hogy főzöd a rizst, szabály, illetve ugye a szokás és hát a tapasztalat az, hogy ha egy merőkanál rizs volt, akkor 2 merőkanál. Tehát itt most mindegy, miről beszélünk. Pohár, 2 merőkanál rizs, tehát egy merőkanál rizs, 2 merőkanál lé, és egy extra, egy kicsi, just in case, tehát biztos, ami biztos. És leveszik a hőfokot valamelyest. Mindet belekotorom, innen a széléről mindent. Oké. A szín miatt teszünk egy... Hol van a... Mindegy, elraktam ezt a kis kanalat. Csak így. Így egy kis piros paprikát. Színe is, persze valamennyi ízt is kölcsönöz. És csak így elkevered. Ez feloldódik itt. Már is barátságosabb színe lett, ugye? Gyerekek, felénél lejjebb, tehát egy negyedre veszem a tüzet, egy negyed, ha 100, akkor 25-re, és lefedjük. És teljesen addig fogjuk most főzni, amíg a rizs meg nem puhul. Ezt még nem tesszük bele, viszont hát egy, legyen 2, 2 borsó, még egy 3 borsó, és szintén rakhatom ide is. Nem, mert a kukorica az keményebb, ezt majd előbb kell beletegyem, mint a borsót, tehát külön teszem. 1, 2, és még egy. Itt volt egy, ami nem tetszik nekem. Igen, ez az. Jó. Ó. Oké. Na, ez ilyen hibás. Nem tudom, miért rakták bele. Oké, gyerekek, ennyi. Azt szeretem ezt a nyitót, mert le tudom csukni, látod? Most vissza tudom csukni. Kész. Erre meg nem, mert ugye ez körbe lett vágva. Azt nem tudom visszacsukni. Jó, és ezek most várnak egy kicsit. Nem túl sokat, de várnak. Időnként megkeverjük természetesen. Nyugodtan. Nem kevered meg, akkor lehet, hogy a rizs így összetapad, és ilyen csomós lesz. Tehát... És ellenőrzöd ugye mindig a liquid, tehát a folyadék mennyiséget, mert nem kását csinálunk.
Ez ennél egy kicsivel kell csak, mikor már készen vagy, egy picivel kell csak, hogy sűrűbb legyen. Tehát némi szaptya kell, hogy legyen. Na most mi van akkor, a rizs beitta? Hát ott van. Teszünk hozzá. Ugye? Jó. Vigyázz arra, hogy ne legyen nagy a hőfok, mert leragadhatod a éket, és akkor eldobhatod az egészet. Tehát minimumra levettem. Van idő, ráér. Múltkor ugye mutattam az okos vizet, most mutatok egy okos dolgot megint. Nagyon gusztustalanul néz ki, ez kísérő, ez nem más, mint Gatorade. Levigye majd a rossz elemeket. Na most mi ez? Hát gyerekek, beszélgettem az Elon, az Ori barátommal, aki hát szedi, illetve eszik ilyesmit, de nem ez volt a neve, hanem az ilyen, nem is tudom, az tablettában volt, vagy mibe volt, és utána a feleségem utána nézett, és megtalálta az itteni megfelelőjét, teljesen ezen a alga, meg stb. Hát itt ír ilyen superfood enzimek, zöld, ugye organikus, no GMO, vegannek, meg gluten free, és akkor itt van tartalomban, hát millió dolog. Ajajajaj, én... Van különböző fűvek, ez nem tudom mi magyarul ezek a nevek, alkalif. Berli, Braxat, Nepal, Kaktusz, Dangelund, Kale, valamilyen füvek, parsli, tehát zöldség, horsetail, hát az mi lehet a lófarok, spenót, ilyesmi, ginger, és ami a lényeg ugye, hogy a, hát az alga, ugye mert mondtam, hogy eléggé felfújódok, és hát itt az a előírás. Megnéztem a összetevőjét, Zolinak mondom, hogy feleségem megnézte, lehoztuk az interneten azt a bizonyos szert, amit mutattál, beadtad nekem a fényképet is, és ő azt mondja, hogy ez még annál is jobb, mert ugyanaz megvan benne ebbe, ami abba, és még plusz. Még itt hát látni is valamilyen buzacsíra, vagy nem tudom mi az ott kapva, istennyire, a különböző kákicsok. Rettenetesen rossz az íze. Hát egy evőkanállal reggel elkeverte nekem. Én mondtam, hogy most még ne add ide, mert nem akarom összefosni magam, bocsánat. Majd később ráérek. Na, úgyhogy gesundheit. Üdvözlök mindenkit, szeretettel. Ezt mutatom is. Elnézést, a frizurám és a fejkamera volt. Szóval nagyon... Egyet már ittam, gyerekek, és azt mondta, hogy ezt úgy szabad csak meginni, hogy nem ízlelsz, hanem zutty. Szóval utána lehet rászkodni. Na, egészségünkre. Tudjátok milyen? Akkor mész a fűnyíróval, és jó, van az a jó friss zöld fű, és akkor érzed azt a illatot. Most kérdele, hogy abból, mit tudom, ilyen csinálnál egy ilyen teát, abban a zöld fűből kifőznéd, és azt meginná, hát körülbelül. Ennyi. Mert állítólag jó. Majd mindig mutatok nektek ilyen orákumokat, jó? A jövőben is itt hozott megint valamit. Mi az? Ja, ez egyszerű cél. Most ilyen gumiba szedjük. Várjál, hát így mutatom, jó? Gumi. Gumivitaminok, gyerekek. D3, ez a férfiaknak. Na, nekem van itt, a övét elrakta. Bezabálom azokat is mindig, mert nekem mindegy, hogy férfi vagy női, ez zabálom. Úgyhogy nálam nincs gender probléma, én megeszek mindent. És ez ilyen gumisok, gumicukor.
De nem szabad ebből se túl sokat. Csak amennyi, mondjuk kettőt. Ennyit szabad csak. Na, ennyit szerettem volna megmutatni. Hát. Jó, rákamillázunk a dolgokra, gyerekek. Nagyon jó. Az illat rendkívül fincsi. Wow. Jó, kukoricát rátesszük. Most már. De sárga lett. Ah, Jesus Christ. Besárgultunk. Na hát elég hígabbnak kell, hogy legyen, tehát amit mondtam, ugye pótoljuk egy kis araplével. Még nem kóstoltam meg semmit. Mindjárt föllazult egy kis. Körülbelül ezt szeretném, hogy legyen a végleges állapota. Tudom, hogy az eredetiben ezek szárazabbak, de miért legyen olyan szárazon? Talán egy kicsivel a sűrűbb lesz, még úgy is jó. Jó? Visszatakarjuk, mert még nincs kész a rizs. Jó? Tehát nyugodtan adunk meg időt. Aztán volna még egy megjegyzés. Gyerekek, itt a tulajdonképpen 99%-ban a bevásárlóhelyeken ugye szól a zene. Most múltkor is bementünk, és hát mindegy, hogy hova. Krémes, na mindegy. Bementünk, na mondom, filmezünk. Kérem ott a Jürgen, lehet filmezni? Na, nyugodtan. Lenyomom, bassza meg. Szólt a zene a YouTube, ping, 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 és kiragördözi. Úgyhogy vagy azt a részt kiveszed, vagy pedig azt lenémítsa. És teljesen hülyeség az egész. Szóval ezért egyszerűbb, ha be sem viszem. Nem tudom, mások hogy oldják ezt meg, hogy le tudják venni a zenét utólag. Tudom, hogy vannak, akik filmeznek. Van egy legyünk, hogy passzaj. Ez mikor jött ez be? Itt van mi? Na ezt le kell lőjem. 20-25 perc múlva eltelt. Tettem rá közben még másfél, majdnem két evőkanálnyi merőkanálnyi alaplét. És olyan 70%-ig meg van puhulva a rizs. Hát lehet, hogy majd még egy kis zöld borsót elbír, de már nem akarom, mindig több és több lesz, de így jó lesz, így jó. Igen. A zöld borsót azért rakjuk bele a végén, mert ha korán rakod bele, akkor szétmegy. Mert ez már meg van főve. Jó van, gyerekek. Ez elkezdte ott a bugyogást. Igen. Hőt átvette. Most lekapcsoljuk. Így. Oké, és most, hogy fél órán keresztül nem nyomunk hozzá. Nem veszük le még a fedőt se. Meg se keverjük. Így hagyjuk állni. És az alatt gyönyörűen meg fog puhulni a rizs. Nem főzzük tovább, mert akkor pép lesz belőle. Alright? És jön a kóstolás. Hát gyerekek, kész vagyunk. Évi még nincs itthon, de én most egy kicsit eszek. Éhes vagyok. Már ömlik a nyálam. Így. Ennyit gondoltam. Most nem várok rá. Jó, hát a díszítés. Hát rajtad áll. Oliva. Hagymazöld ide a paradicsomra. És petrezselyem zöld. Ami mehet tulajdonképpen mindenhova egy kicsi. És még pluszba itt van két savanyított fokhagyma. Plusz cékla. Jó hideg. Hát gyerekek. Higgyetek el, még nem kóstoltam meg.
most jön a meglepetés valószínű. Ezt el kell, hogy készítsétek. Ezt el kell, hogy készítsétek. Füstölt kolbász. Átérződik egy kicsit. Milyen lett a mellehús, a száraz? Vajon? Juicy, tehát szaptos. A rizs. A rizs pont olyan, amilyennek lenni kell, nincs szétfőve. Zöldségek mindent tökéletes. Nagyon finom lett. Hát, elénekeljük, hogy jambolájó. Jambolája. Ugyanis ez annak indult, egy jambalája rizs. Ugye? Jambalája rizs. Hát, ez lett belőle. Jambalája paella. Magyarosan. Köszönöm, hogy végignéztetek a videót. Remélem, tetszett minden. Az íze is olyan jó, mint amilyen, mint ahogy kinéz. Higgyetek el. Maradok tisztelette. Még ma nincs vége a főzésnek. Jaj, még a díszítést nem hagytam. Ezt kihagytam, gyerekek. Hát, lehet hibákat is elkövetni. Itt van, 3:30, úgyhogy már nem bírom tovább, ennem kell. Jó egészséget, sziasztok, bye bye!